Ma már nem is olyan könnyű tüntetni, mint egy éve. Az nem úgy van, hogy bejelentesz egy tüntetést, és akkor élhetsz a gyülekezési joggal, mert jön a kormány, a főváros, és lefoglalja pont azt a helyet, ahol te tüntetni szeretnél. Ez a módszer a legkevésbé sem emlékeztet a demokráciára. És az is nagy kérdés, hogy a környékünkre bejelentett szélső jobboldali tüntetést vajon hogyan engedélyezhették egy pillanat alatt, miközben nekünk hónapokig kellett harcolni azért, hogy itt lehessünk. Milyen demokrácia az? Milyen demokrácia az, ahol az adóhatóság raportra hívja Milla pénzgyűjtő aktivistáját, és arról kérdezi, ki írja a szövegeket, ki készíti a videókat, ki támogatja a tüntetéseket? Az aktivisták szabad idejükből áldoznak. A mai fellépők is elkötelezettségből vállalják, hogy szerepelnek. Én is, te is. Tudod, nekem úgy tűnik, de talán az az elcsépelt frázis illene, hogy mindenki magából indul ki. A mai hatalom el sem tudja képzelni, hogy fizetett statiszták és mögöttes pénzurak nélkül is létezhet civil kurázsi Magyarországon. Azt akarják, hogy ne járjunk tüntetésekre, de mi ezt nem fogjuk hagyni. És miért kell nekünk attól tartani, hogy a következő munkánkat nem kapjuk meg, csak azért, mert vállaljuk és kimondjuk a véleményünket? Most pedig jöjjenek az ellenállók igazságai. A Milla színpadán következzék a cselekvő magyar állampolgárok fóruma. Mint hallgassátok meg Barta Beát és hallgatótársait, a Magyar Egyetemek autonóm módon szervezkedő diákjainak mozgalmától, a hallgatói hálózattól. Sziasztok! A hallgatói hálózat tagjai vagyunk! Az egyetemünk miért? Február 15-én, mikor a drasztikus keretszám csökkentés, a hozzájárulásnak csúfolt tandíj és a következő generáció röghöz kötése ellen tüntettünk. Nem értünk be a szokványos tiltakozással, megtartottuk az első magyar hallgatói fórumot. Fantasztikus élmény volt! Fantasztikus élmény volt, mert bebizonyítottuk, hogy lehet egymást meghallgatva vitázni, hogy lehet közösen dönteni mindannyiunkat érintő kérdésekben. Ezzel a reményt kaptuk vissza. A reményt, hogy nem vagyunk egyedül. Sokan vagyunk, akik az aktív részvételt választjuk a passzív hallgatás helyett, legyőzve az örökölt és az újonnan támadt félelmeinket. Lendületet és hitet adtunk egymásnak. A hallgatói hálózat elkezdett valóban hálózattá válni. A diákok országszerte szabadon, önerőből szerveződnek, és szélesre tárják az egyetemek kapuit. Sejtek alakulnak az egyes karokon, középiskolákban, városokban. Alulról szerveződő hallgatói mozgalom születik, ahol a részvétel és a szolidaritás a legfőbb értékek. Azt üzenjük minden jelenlegi és leendő hallgatótársunknak. Az egyetem a miénk. Nem hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a jövőnk megtervezésének jogát. Nem hagyjuk, hogy a megkérdezésünk nélkül döntsenek rólunk. Legyen szó a kari lapok cenzúrázásáról, az egyetemi közösségi terek hiányáról, vagy a felsőoktatás szétrombolásáról.
bűnbekért érzett felelősségtudat és az egymásba vetett bizalom. Március 15-e van, a 164 éve történteket ünnepeljük ma. Az akkori március ifjak a szabadság felé vezető úton indították el az országot. Mi azt látjuk, hogy ma, 2012-ben messze nem értünk még az út végére. Mi továbbra is küzdeni fogunk! Továbbra is küzdeni fogunk, hogy mind a diákság, mind a társadalom szabad szerveződéseinek keretei megteremtődjenek. 2012. márciusának ifjai, csatlakozzatok a hallgatói hálózat sejtjeihez, adjatok hangot követeléseiteknek, és segítsetek ezek megvalósításában, mert az egyetem a miénk!